május 17-én több ezer gyermek, kísérő pedagógus és szülő érkezett Máriapúcsra, hogy részt vegyen a gyermekek hagyományos búcsúján. Ebben az évben a nyíracsádi Szent Piroska görögkatolikus általános iskola és a balkányi Szent Jácint görögkatolikus óvoda volt felelős a Szent Liturgia előtti programokért. A gyerekek a megtérés útját járták végig, a pap, a templom és az ima állomásokon. A teljesített feladatokért jelvényt kaptak a zászlójukra. Csúszás veszélyes volt a megtérés útja. Próbára tett gyermeket és felnőttet egyaránt. A kísértő ugyanis gyerekek képében huncut csellel el akarta téríteni a csoportokat az igaz útról. De a gyerekek állták a sarat. Az Árpád-kori magyar települések neve által jelzett helyeken a játékos, kézműves és ügyességi feladatok teljesítéséért pócsi dénárokat gyűjthettek. Nyíracsád, Székesfehérvár és Öskü helyeken ügyességi játékokat, sportfeladatokat próbálhattak ki. Sokszor kígyózott a sor a szemet gyönyörködtető díszítésű, élő hittan automata előtt is, ahol nem csak játszhattak, de tanulhattak is a gyerekek. S amerre a szem ellátott, különböző ötletes játékok, kihívások várták a gyerekeket a sátrak és esőbeállók alatt. 10:30-kor kezdődött a belső tábori oltárnál a Szent Liturgia, melyre a koronaőrség kíséretében megérkezett a Szent Korona hiteles másolata is. A liturgia alatt fedél alá húzódott, aki csak tudott, de azok sem estek kétségbe, akik ernyőjük alatt hallgathatták az evangéliumot és a prédikációt. Az Isten ott lakik, ahová beengedik, ahol kinyitják neki az ajtót. És a Jelenések könyvében van egy ilyen mondat, hogy az ajtódnál állok és zörgetek. És ha valaki beenged, akkor vele fogok étkezni. Az ajtódnál állok és zörgetek. Egy művész ember leállt és megfestette ezt a gondolatot. Jézus áll egy ajtó előtt, és amikor a gyermeke megfigyelte ezt a képet, akkor átgondolt, hogy valami furcsa van ezen a képen. És aztán rájött és mondta az apukájának, hogy édesapám, hát ezen az ajtón nincs kilincs. Hogyan mehet be az Úr Jézus? És akkor mosolyogva az apja azt mondja neki, hogy nem is kívülről van a kilincs, hanem belülről. Az ajtódnál állok és zörgetek. Az Úr Jézus ott áll, kopogtat, finoman, jelzéseket ad a mi életünkben is, de nekünk kell kinyitnunk az ajtót. Nem tör ránk. Persze eszünkbe juthat most húsvét ünnepkörében az az esemény, amit az első vasárnap történt, hogy egyszer csak a bezárt ajtóknál megjelenik Jézus a tanítványoknak, és meg is ijednek a tanítványok. Úgy kell őket megnyugtatni, hogy én vagyok, ne féljetek. De hát ők már 3 évig napról napra szinte találkoztak vele, ismerték őt, és mégis megijedtek. Hát velünk nem így teszi az Úr Jézus, hanem kopogtat. És kedves testvérem, rajtad áll, hogy kinyitod az ajtót. Az eső ugyan szűnni nem akaróan esett, de a felhők közül olykor-olykor kikandikált a nap, így a résztvevők folyamatosan érezhették a Jóisten áldását és az Isten anya simogatását. Mindenki elégedetten és egy szép nap hit és egyház élményével távozott Máriapúcsról. Akik pedig tovább maradtak, elsősorban felnőttek, azok délután a zarándokházban részt vehettek a Korona összetartó ereje címmel tartott megemlékezésen, melyet a Tanulás Uniójáért közhasznú alapítvány szervezett. Thank you.
turbózd fel a lelked. Ezt a rövid felszólítást és ajánlatot hallották meg azok a fiatalok, akik május 24-én részt vettek a Mária Pucsi görögkatolikus ifjúsági búcsún és középiskolások zarándoklatán. Az ifjúsági nap, melyre mintegy 250 fiatal érkezett, liturgiával kezdődött a kegytemplomban. Amikor bejövünk a templomba, Jézus Krisztus különböző féleképpen akar velünk kapcsolatba kerülni. Az elsődleges a Szentírás, az ő szava, amit az imént hallottunk. Aztán itt a mi templomunkban ott vannak az ikonok, ahol ő van lefestve, vagy azok, akik hozzá nagyon közel állnak, akik szentek, hogy kicsit mutassák a mi útunkat is ő felé. Magát az Istent láthatjuk és hallhatjuk az ikonokon és az evangéliumból. De Krisztussal találkozhatunk még a közösségben. Ő maga mondja, ahol ketten vagy hárman összejöttök az én nevemben, ott vagyok köztetek. Itt van Krisztus, mert az ő nevében jöttünk össze. És persze a Szent Liturgiának a csúcsa a szent áldozás, ahol magát Krisztust esszük meg. Megesszük, hogy egy 40-50 perc alatt minden porcikánkba eljusson. Az egész testünket megszentelje. Hogy amikor a templomból kimegyünk, békével távozunk, akkor őt vigyük magunkkal. Urunk Jézus Krisztus idejött közénk, és itt van, és mi mindig meglátogathatjuk őt. Persze nem csak a templomban, az imádságban. Az imádságban, ami mindig kéznél van. Az imádságban, amikor hozzáfordulhatjunk, elmondhatjuk neki az örömünket, a bánatunkat, amikor erőt tudunk meríteni belőle, vagy amikor egyszerűen csak jó vele lenni. A liturgia után tematikus műhelymunka következett. A lányok a bazilikában gyűltek össze, a fiúk sátorba vonultak. A lelki töltekezés után szívesen osztották meg gondolataikat. Például az én szüleim is itt így ismerkedtek meg, és hát mi is azért jöttünk, hogy így összeismerkedjünk másokkal, meg így a barátainkkal tudjunk együtt lenni. Itt az a jó, hogy mindenki ugyanazt vallja, ugyanarról szeretne beszélgetni, ugyanazok a témák érdeklik az embereket. Így jó, hogyha az emberek találkoznak egy ilyen ifjúsági búcsún. Talán a legjobban azt fogott meg, hogy nem mindig a betanult imáinkkal kell imádkoznunk, hanem tényleg a saját gondolatainkat is, a gondjainkat megbeszélni Istennel, és ehhez fontosak a saját szavaink, és minden helyzetben kérni a segítséget, és leginkább, legfontosabban hálát adni. Nagyon fontos, hogy a görögkatolikus ifjúság egy ilyen lazább keretben is tudjon találkozni, és megismerjék egymást, és megismerjék a egyházunknak a mélyebb gyökereit is. És szerintem ez nagyon jól meg van szervezve, mert van egy lazább része a napnak, és van egy komolyabb része, amikor különböző kérdéseinkre kapunk választ, akár az egyházzal, akár az életünkkel kapcsolatban. De amikor mondjuk ide eljön egy olyan, aki mondjuk kevésbé vallásos, vagy kevésbé gyakorolja a vallását, akkor lehet, hogy tök jól fogja magát érezni, mert kötetlen légkör van itt, és ezt is az egyház szervezi. Ez nagyon fontos egyébként szerintem a mai egyháznak, hogy erre odafigyeljenek, hogy egy ilyen arcát is tudják mutatni a világnak, meg az embereknek. Aki itt van, annak megerősítés, hogy talán jó irányba halad. Egyébként nekem, ami személy szerint megfogott, az az atyának a prédikációjából az, hogy pár közvetlen, őszinte szó, akár minden nap a Jóistenhez, az is lelkileg feltölthet, és jól eshet, és megsegíthet a mindennapokba. Ami engem is nagyon megfogott, hogy az Isten megszólítható is. És igen, fontosak egyházunknak a szertartásai, fontosak egyházunknak az imádságai, de emellett legyen személyes ima életünk és személyes Isten kapcsolatunk, hogy megszólíthatóvá váljon az Isten, és reméljünk abban, hogy ő minket meg fog segíteni, vagy mindig velünk lesz, és őre bízzuk az életünket és az utunkat. És ha ránézünk egy ikonra, akkor ez, amit atya is kifejtett, hogy ne azt lássuk, hogy egy régi, egy elavult kép, vagy egy dolog, hanem azt, hogy az Isten bizalma növekedjen bennünk ezáltal. Az ilyen közösségi alkalmak, mint ez az ifjúsági találkozó, ez is az evangelizációnak a része, és véleményem szerint az evangéliumot ezekben a körökben lehet a legjobban terjeszteni. Tehát minden korosztálynak a saját szintjének megfelelően kell ezt hirdetni.
A közösen elfogyasztott ebéd után mindannyian a pápatérre indultak, hogy gondozásba vegyék azt a 100 facsemetét, melyeket az egyházmegye alapításának centenáriumi évében tartott ifjúsági búcsún ők maguk ültettek. A munka végeztével halotti megemlékezést végeztek azokért az elhunytakért, akik a görögkatolikus történelem kiemelkedő személyiségei voltak, s akiknek emlékét őrzi egy-egy fa. Azért jó itt nekünk különösen is megállni, mert fiatalokkal ültettük ezeket a fákat, egy páron voltatok is akkor, amikor ez megtörtént. A faültetés azért is egy különösen jó szimbólum, mert ahogy látjátok, ezek a fák itt szép lassan elkezdtek növekedni, a nagy többsége legalábbis, és hogy akkor még csak kis vesszőket ültettünk le, hogy szép lassan elkezdenek fejlődni. Már 2 év alatt is sok minden látszik rajtuk. Azért nagyon jó ez, azért jó ránézni ezekre a fákra, mert csak bízni tudunk benne, hogy köztetek is nagyon sokan vannak, akik az itt hallottakat magukkal viszik, akik az itt megélt élményeket nem csak egyszerűen átélik, hanem hagyják, hogy működjön bennük. Ha így növekedtek Krisztusban, ha így lesz egyre mélyebb a hitetek, ha így terebélyesedik, ahogy ezek a fák lassan terebélyesednek, akkor jó úton jártok. Ha csak egy kicsit is jobb lettem már, az is jó. Egyik napra a másikra nem leszünk szentek, sajnos. De ha csak egy kicsit tudunk javulni, ha egy kicsit csiszolunk magunkon, akkor már megéri. Hát így gondoljunk vissza az őseinkre, így igyekezzünk minél inkább belegyökerezni Krisztusba, és így növekedjünk a hitben, ahogy ezek a fák is igyekszenek megtenni. A délutáni program az országosan is ismert Mária Pucci autós és gokart pályán folytatódott, ahol minden együtt volt ahhoz, hogy fergeteges hangulatban azzal a vágyal zárják a napot. Jövőre veletek ugyanígy. Mária Pucs, hazánk nemzeti szentélye, május utolsó vasárnapján a betegek és gyógyítók búcsúján fogadta a zarándokokat. Az ország távoli részeiből, sőt határainkon túlról is sokan érkeztek, akiket a hála vagy a szükség hozott a csodálatosan könnyező Istenszülő ikonjához. Az ünnepi liturgia előtt a Szent Lukács szeretett szolgálat mutatkozott be, majd 2 szenvedélybeteg mondta el alkoholtól való megszabadulása történetét. Mindannyiunkat elkaphat ez a betegség. És ráadásul, kedves testvérek, még a papokat is elkaphatja. Itt vagyok én, aki 1999 óta úgy élem az életemet, hogy nem kell innom. Mert én voltam az, aki nem tudott nem inni. Akinek muszáj volt, ahhoz, hogy létezni tudjon, aki minden emberi eszközt megragadott, orvoshoz mentem, kórházba, mindenhová, fordultam Istenhez, mindenhová, és nem ment. Majd egyszer, különleges módon az Isten azt mondta, hogy na, itt elég volt. Megszabadítalak, és többet nem kell innod. És ez így volt 1999. októberében, és onnantól kezdve az a vágy hajtott, hogy mindenkinek elmondjam, hogy van ebből a nyavajából szabadulás. Nincs rá gyógyszer, nincs rá semmi. Egyedül a Jóisten. Az ő kegyelme. És Jézus ma is ezt teszi. És azt szeretné, hogyha odafordulnánk hozzá, és bátran mernénk mondani neki, hogy Jézus, ez a bajom, ez a nyavajám. Jézus, meggyógyítottad a vakot, meggyógyítottad a bénát. Engem is meg tudsz gyógyítani, és ezzel a hittel kell ide jönni. És hadd mondjam el, hogy minden lelki gyakorlaton, ami 3 napig tart, csütörtök délutántól vasárnapig, vannak gyógyulások. Van közöttünk a közösségben olyan, aki 6 hónapja nem iszik. És nem vett be semmiféle gyógyszert. Van, aki 3 éve, 1 éve, 5 éve, 8 éve, és 14 éve, amikor megkezdtük ezt a lelki gyakorlatot, már megszabadult 2 ember. Azért csináljuk, mert ez nekünk jó. Önmagunknak, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk, honnan jöttünk, és hogy az Isten kegyelme nélkül nem működik az életünk.
És kedves testvérek, amikor az ember már ott van, hogy semmiféle kilátása nincsen semmire, és szinte az utolsó szalmaszálként kiállt oda az Istenhez, Istenem, most segíts meg! Megsegíti. És megadja a lehetőséget, hogy egy jobb, minőségében szebb életet tudjunk élni. Tudni kell, hogy egy alkoholista elindul valahova, hogy teljesítse a feladatát, de nem biztos, hogy odaér. Hát Juhász atya elhozott ide a helyszínre, és szépen le is tett 2000. május 23-án. Majd itt hagyott, azzal, hogy majd hazajössz, ahogy tudsz. Hát itt aztán megtörtént a csoda, akkor voltam először életemben lelki gyakorlaton, de lényeg az, hogy a harmadik napra, hogy éreztem valamit, hogy szinte történt valami. Nem tudtam megfogalmazni, mert hát szerintem senki nem tudná. Annyit tudtam, mire hazaértem, hogy valami mégiscsak történt, de még akkor nem tudtam feldolgozni, hogy át kellett szállnom Nyíregyházán hazafele, mert hát már magamnak kellett hazamenni. Oda mentem a büféhez, és hát nem a bort vagy a pálinkát kértem, hanem 2 deci üdítőt, és az is jól esett. A szomjúságot az is volt. Miskolcon átszállás, szintén ugyanezt történt vele. Megúsztam anélkül, hogy alkohol kigyak, úgy mentem haza. Másnap bementem a kocsmába, megittem egy kávét, egy üdítőt. Én nekem nem kellett többet az ital. Akkor még nem mertem kimondani biztosan azt, hogy én teljes szabadságot kaptam, mert hát azért még elég rövid volt az idő, csak éreztem valamit, hogy nekem nem kell többet innom. Aztán eltelt 1-2 év, nem kellett innom. Még akkor az ördög csak piszkált tovább, régi ivó cimborám így a kocsmába, olyan fél részegen odadugta a borgőzös arcát, és nagy kevélyen, nagy, hát undok módon, mondd már meg, mivel ótottak be téged, Mária Pócsa, hogy még most se kell innod. Mondom, képzeld el, Szentlélekkel. Hát azóta se szól ő többet nekem ilyen kevélyen vissza, hanem csak úgy, hogyha találkozunk is, hogy hát de jó neked, hogy nem kell innod. Ilyen csodálatos szabadulásban volt része. Az ünnepi liturgiát Kocsis Fülöp hajtudorogi megyés püspök vezette. A liturgia evangéliumában a vakon született ember meggyógyításának története hangzott el. A húsvét időszak minden vasárnapja Jézussal való életformáló találkozás. Erre hív mindnyájunkat az Isten. Azért vezet át bennünket ezen az időszakon, hogy minket is, mint ezt a vakon született embert, fokozatosan vezessen el az igazi látásra. Most, amikor majd befejeződik ez az időszak, a mennybe menetel után következik majd a pünköst, a Szentlélek leszállása. Valójában oda akar elvezetni bennünket az egyház. Azért kell, hogy bekapcsolódjunk az egyháznak ebbe az ünneplésébe, értsük meg a teológiai tanítását, hogy mi is fokozatosan egyre világosabban lássunk. Be kell látnunk, hogy mindnyájan vakon születettek vagyunk. Be kell látnunk, hogy mi is sokszor nem ismerjük föl az Isten arcát. Nem ismerjük föl, nem látjuk meg az Isten jelenlétét. Olyan szépen imádkozza meg a bizánci himnusz ennek a mai ünnepnek a lényegét, a vakon születettnek az ajkára adja, hogy vajon miért is születtem én, hiszen nem láthatom meg a napot, és nem láthatom meg teremtőm arcát. Ez a legfájóbb a sötétségben élő embernek, hogy nem láthatja meg a teremtő arcát. Mindenkit, akit ide hívott az Isten, ezen a búcsúi ünnepen meg akar gyógyítani. Lelkében meg akarja gyógyítani, látóvá tenni. Legyen mindnyájunk számára ez a mai vasárnap, húsvét időszak utolsó vasárnapja, Jézussal való életformáló találkozás. Ő meg akarja nyitni a szemünket, nyissuk hát meg mi is a lelkünket, hogy befogadhassuk Istennek ezt a csodálatos gyógyító kegyelmét. A liturgia végén Fülöp püspök és a jelenlévő áldozópapok több ezer embernek szolgáltatták ki a betegek kenetét.
hit, tudás, emberség. Ezzel a három szóval hirdette meg kommunikációs programját a Magyar Katolikus Egyház 2004-ben. 10 évvel később, május 27-én egy újabb szóval, mondhatom, tapasztalattal egészíthették ki ezt a felsorolást a görög-katolikus Tudás Olimpia döntőjének résztvevői, akik a Szent Atanász görög-katolikus hittudományi főiskolán gyűltek össze a megmérettetésre. A szlogen így módosulhat: hit, tudás, emberség, közösség. A fiatalokat Kocsis Fülöp hajdúdorogi megyés püspök köszöntötte, majd megnyitotta a versenyt. Elárulom, hogy ezt az olimpiai vetélkedőt nem azért rendezzük, hogy na megtudjuk, ki a legokosabb a németből, az angolból, liturgikus ismeretből, hanem az, hogy együtt legyetek, találkozzatok, és ez a közösség élmény, hogy olyan emberek közé tartozom, akik szintén törekszenek, szintén olvasnak, tanulnak, szeretnének kimagaslók lenni, igényesek önmagukhoz képest, hajlandók arra, hogy leküzdjék a lehúzó erőt, a lustaságot. Ilyen csapatba érdemes tartozni, és ebbe akarok én is beletartozni. Nem másokat akarunk legyőzni. Azt akarjuk, hogy az életünk értékes legyen. A törekvéseink, a munkáink igényesek legyenek, mert ez tetszik az Istennek. És ezt tudja megáldani a jó Isten, és ezek az emberek az igazán boldogok. Ez a cél, hogy az életet ilyen boldog lelkülettel tudjuk megélni, végigélni. Ez kínálja föl nekünk az Úristen. És ezért szeretném, hogyha minden görögkatolikus fiatal és idős, gyermek és felnőtt, igényes, törekvő ember legyen, mert akkor lesz igazán boldog az élete, ezt várja az Úristen, hogy boldogok legyetek. Ezért érdemes törekedni, hajtani, küzdeni, önmagadat legyőzni. Ezért csaltunk el benneteket ide, és köszönöm, hogy vállalkoztatok rá, és elvégeztétek az eddigi feladatokat. Hát jó küzdelmet kívánok, de most már csak azt tudod letenni az asztalra, amit eddig összegyűjtöttél magadban. E sarkaljon, serkentsen téged arra, hogy ezek után is utánolvas, tanuljál, könyvtárat járjad, fejleszed magadat, a nyelvek oktatásában külföldre is eljussál, ebben is próbálunk nektek segíteni, minél gazdagabb, minél igényesebb, törekvőbb legyen az életed, és akkor ebből a sugárzó boldogságból nem csak a püspökatyára tudtok majd sugározni, hanem a ti környezetetekbe mások felé is. Ez a mi hivatásunk. Ugye azt szokták mondani, hogy amit tanulunk, az a saját hasznunkra fog válni, mindenképpen előbb vagy utóbb, és ugye azt is szokták mondani, hogy nem a tanároknak tanulunk, de ugye a tanárok rengeteg mindent megtanítanak nekünk, és hát én is ugye nyelvkategóriában indultam németből, és itt is majd szeretnék kimenni külföldre később tanulni. Én nyelvkategóriában indultam, és ez későbbiekben hasznomra válhat, mivel hogyha például úgy adódna a helyzet, akkor például külföldre már gond nélkül mehetnék ezáltal, hogy már tudok beszélni ezen a nyelven, és ez szerintem jó. Sok ismerős arcot látok a saját iskolánkból is, és még messziről is, szóval úgy gondolom, hogy ez egy ajándék számunkra is. Egy ilyenfajta görögkatolikus program azért is, hogy egy közösségé kovácsolódjunk így mi a diákok, még ha versengés útján is, de akkor is ez például egy jó emlék is lehet számunkra, hogy itt is például megismerkedhetünk, vagy akár régi kapcsolatainkat tudjuk ápolni. Örülünk, ha segíthetünk másoknak, és ugye rendes katolikus nevelést kaptunk ezekben az iskolákban, és így arra tanítottak minket, hogy amilyen talentumokat kapunk, azokat használjuk is ki, vagy tudjunk vele gazdálkodni. Nekem is nagyon jó érzés, hogy segíthetek másoknak. Jól érzem magam, hogyha bíznak bennem, mindig hozzám fordulnak tanácsért, és én örömmel segítek nekik. Ezeket a versenyeket mindenféleképpen egy különös légkör járja át, mert mindenki ugye összekapcsol egy dolog, ugye ez az egyház, vagy a vallása, és így mindenki kötődik ugyanahhoz a dologhoz, és így ezáltal tudunk együtt beszélgetni, így az egész közösség ilyen tulajdonképpen egy ilyen nagy családot alkot. Szerintem az ember sose érzi magát egyedül, ha egy közösséghez tartozik, és én ebben a közösségben csak szeretetteljes embereket ismertem meg, és számomra ez sose okozott csalódást. Szóval ezért szeretek én ebbe a görögkatolikus közösségbe tartozni. A 4. görögkatolikus tudásolimpián vagyunk, ahol 14 intézmény, közel 350 diákja mérte össze a tudását 7 kategóriában. Ez valami hihetetlen nagy szám.
Nem így kezdtétek, hanem hogyan? Úgy kezdtük el, hogy angol nyelvből volt az első verseny, angol nyelvből egy kategóriában, utána kibővítettük a középiskolai szintre is, a német versenyből az általános iskolai, a középiskolai, majd a liturgikus versenyből az általános iskolai és a középiskolai kategória, és ettől az évtől kezdve most már olasz nyelvből is vannak indulóink. Valóban nem így kezdtük el, de a szándék mindig ugyanez volt, hogy összefogjuk azokat a görögkatolikus gyerekeket, akik vállalják a megmérettetést. Én nagyon fontosnak tartom egyrészt a hátránykompenzációs törekvéseket, másrészt pedig a tehetséggondozást, ami a görögkatolikus iskolákban fontos, hogy mindegyik szinten megvalósuljon. Próbálom azt keresni, hogy én ebben milyen szerepet tudok vállalni. Ebben az esetben a tehetséggondozást tudtam fölvállalni, és egy levelezős versenyt indítottunk el 4 évvel ezelőtt. Az volt a célunk, hogy minél több görögkatolikus gyereket bevonjunk, akik tehetségesek, ügyesek, okosak, és ennek a közösségnek a tagjai. A pedagógus ugye egész évben arra ösztönzi a gyerekeket, hogy még több tudást próbáljanak saját birtokukba venni. Tudjuk-e őket arra ösztönözni, hogy ezt a talentumot, ezt a tudást ők majd valahogy megosszák? Én azt hiszem, hogy ahogyan mi viselkedünk velük, úgy fognak ők is viselkedni a körülöttük lévő emberekkel, és ha ők érzik azt, hogy mi, amit adunk, a szeretettel adjuk, és ezáltal még ráadásul magabiztosságot is kaphatnak, hiszen a tudás magabiztossá tesz, akkor hiszek abban, vagy hiszünk abban, hogy ezt ők ugyanilyen szeretettel fogják továbbadni a társaiknak, családtagjaiknak, következő nemzedéknek. A gyerekek azt mondták, hogy olyan jó ide jönni, mert itt már egy kialakult közösség van. Vannak gyerekek, akik évek óta tagjai ennek a tudásolimpiának, és hogyha nyáron találkoznak, akkor milyen jó egymásnak oda biccenteni, és ők már ismerősként köszöntik egymást. Célja volt ennek a tudásolimpiának az, hogy valamiféle közösség is kialakuljon? Ez volt a legfontosabb cél, hogy egy ilyen közösség alakuljon ki. Sőt, tovább megyek, nem csak a diákok között, hanem a tanárok között is. Évente megrendezzük 2-szer a nyelvtanárok, görögkatolikus nyelvtanároknak a konferenciáját. Tehát nem csak a diákok köszöntik egymást ismerősen, hanem a tanárkollegák is.